Sziasztok! Így a szezon utolsó főzése alkalmából beszéljünk egy kicsit az energiatakarékosságról, aminek két apropója is van. Az egyik az, hogy gyakorlatilag az egész szezont már az új hőszigeteléssel együtt főztem végig, így most már van tapasztalat arról, hogy mennyit is számít a dupla falu üst köré szerkesztett hőszigetelés. A másik pedig az, hogy a legtöbb helyen, benzinkúton, egyéb helyeken most már csak ezt a kisebb 10,9 kg-os töltetű PB palackot lehet kapni, ráadásul a tavalyi árhoz képest jóval magasabb összegért, így talán előtérbe kerül a gázfűtéssel üzemeltetett pálinka főzőknél is az energiatakarékosság kérdése. Az én tapasztalatom az, hogy ezzel a hőszigeteléssel, amiről ugye részletes videót láthattok a YouTube csatornán, ez egy ásványi gyakott hőszigetelés, lemezzel körbetekerve, ezzel a hőszigeteléssel jellemzően 25-30%-kal kevesebb gázt fogyaszt a rendszer ugyanakkor a töltetés, ugyanakkor a környezeti hőmérséklet mellett, mint szigeteletlenül. Ez pedig azt is jelenti az én üstöm esetében, hogy olyan 7-8 teli üst lefőzése után egy egész gázpalacknyi gáz mennyiséget megspórol, tehát elég gyorsan visszajön, megtérül a beruházás, már csak azért is, mert nem kerül túl sokba az üstünk hőszigetelése. Úgyhogy a mai PB palackárak mellett érdemes elgondolkodni a hőszigetelésen, továbbá kellemesebb is mellette a munka, nem süt belőle a hő, nincs az a hősugárzó érzet, ez nyáron is sokkal kellemesebb, de azért télen is, amikor az üst körül van dolgunk, kellemesebb a klíma. Úgyhogy minden szempontból praktikus dolog a hőszigetelés, most pedig már anyagilag is nagyon gyorsan megtérülő beruházás, úgyhogy javaslom mindenkinek megfontolásra.